everybody! Úgy gondoltam, hogy ma felveszek egy multimeter-szelt, mert 100 000 éve nem volt, és most várandós vagyok, kismama vagyok, és egész mások a multimeter-szeleim, mint régen. Másfajta diétában vagyok, hogy úgy fogalmaznak. Persze, most, hogy fel akartam videózni, mi van minden nap, ma nem az lesz. Rendhagyó nap van, mert nem lesz időm reggelizni, de hát ugye ilyen nincsen, úgyhogy gyorsan bedobok egy ilyen nagyon-nagyon fincsi dolgot, és aztán sipírc a karmashoz. Szóval, igen, ez, igen, ne nézzetek oda, vagy csokis lehet most, vagy ilyen áfonyás legyen, akkor csokis. Ez lesz az első számú reggeli. Így néz ki, nagyon finom. Kész lett a körmöm, ilyen kis csillogós lett, és most bevásárolok a vacsihoz. Atinak szeretnék kedvezni, úgyhogy valami túrós lesz. Mostanában minden reggel Attilával, vajas kalácssal és kakaóval kezdjük a napot. Tök jó lett volna ezt a kis cuki tradíciónkat megrökíteni. De most egy gyors bevásárlás utáni péksütit fogok reggelizni délben. Tipikus, de spenótos. Még nem ettem ilyet, de finom. Nem tudom, mikor fogok lenyugodni ebbe a vlogba egy pillanatra, mert most megjönnek az asztalosok befejezni az ajtókat, úgyhogy egy kis álomház projekt is lesz ebbe a multimeter-szelbe. Itt ugye a folyósonkon még ezek az ajtók kész vannak, viszont még ez nincs, mert ebbe ilyen tekerős kis WC ajtó nyitó lesz, meg a fürdőhöz is, úgyhogy itt ki fogják benne cserélni a zárakat, és akkor lesz kész. Most eszembe, hogy itt elsétáltam, hogy konkrétan úgy siettem, hogy be se ágyaztam reggel. Na, elkészültek az ajtók, teszteljük le. Nagyon jó. Közben 3 óra lett, úgyhogy nagyon-nagyon éhes vagyok. Képzeljétek el, nagyon fura dolog, én utálom az olvadt sajtot. Mindenki szereti az olvadt sajtot, én konkrétan leszedem a pizzáról, ha sok van rajta. Bárandósan, megállás nélkül olvadt sajtot ennék, de minden pillanatban, tegnap este már majdnem éjfél volt, mikor fel kellett kelnem, hogy egyek egy kis olvadt sajtot. Mindegy volt, hogy min és hogyan, viszont anyósom küldött nekünk ilyen francia hagymalevest, úgyhogy azt fogom megenni, és tegnap este csináltam egy nagyon jó cuccot. Nagyon finom, most is csinálok. Itt van ez a... hol van? Ez. Ezt vettem az Auchanban, itt fel fogom melegíteni, és reszelek hozzá sima trapista sajtot és karaván sajtot. Na, ezt a szerény adagot. Hú, ez lehet, hogy nagyon sok lesz. Jó, ezt majd a levesre teszem. Hú, lemeóztam, nagyon jó lesz. Picit meg kell melegíteni, hogy ne törjön meg. Így. Na, így néz ki a felmelegített kis ebédem, és a kicsit odaégetett, majd lekapart sajtosbigyom, és még egy kis sajtot teszünk a tetejére, és elfogyasztjuk az ebédet a kerti asztalnál, mert még nem jött meg az étkező asztalunk. Na, ne szórakozzunk, így. Yes. Folyik a könny a szememből, mert annyira finom. Ezt a videót majd visszanézem nem terhesen, mikor majd megint utálom az olvadt sajtot. És rosszul leszek. Fizikálisan rosszul leszek a látványtól ettől. Utálom az olvadt sajtot, de most imádom. Nem fejeztem be az ebédet, mert akkor nem tudnék nasit enni. Ez a kedvenc zselém. Lehet kapni néha a Duna Pandában, ilyen darabok vannak benne. Pontosan olyan, amilyennek látszik, egy nagy doboz zselatin. Nagyon kényelmes ez a karácsonyi pokróc. Na, kicsit jobban elkészültem, kisminkeltem magam. Várjatok, kapcsolok lámpát. Még egyet, hát hogy jobban látok, mert ez egy különleges dátum, ami kapcsolatunkban a férjemmel. 4 éve ma csókolosztunk először. Úgyhogy ez volt az első ilyen, nem az első, de hogy így az első randi, mikor már így tényleg átjött és főztem neki vacsorát, és azt azóta emlegeti, hogy ott döntötte el, hogy én leszek a szíve választottja, hogy én
főztem neki vacsorát. Az első ilyen hivatalos randinkon, azelőtt már találkoztunk egyszer, akkor rájöttünk, hogy nagyon tetszünk egymásnak, és akkor volt ugye a randi 4 éve ma, úgyhogy tulajdonképpen ez így megmaradt, hogy ilyenkor mindig főzök. Amúgy is mindig főzök, de ilyenkor a kedvére főzök kifejezetten. Csak elkészültem egy picit, még rúzs is lesz. Oh. Melyik parfümöt fújtam reggel magamra? Fogalmam sincs. Talán ezt amúgy, a Kajali vaníliás kókuszos. És egy picit a kedvére is tegyek, volt készülék kedvezményem ilyen hűségidővel, és csak jó áron meg tudtuk venni az Álmai tévéjét most. Ma jött meg, és nagyon fel szeretné szerelni, de nincs hozzá még ugye tévékonzol. Úgyhogy, hogy a kedvére tegyek egy picit, mindjárt elmegyek, és veszek egyet, és meglepem vele, hogy már itthon lesz, mire hazaér a tévékonzol, és este lehet rajta játszani. Mindenféle review-kat néztünk, hogy ez az év tévéje. Ugye idéntől márka nagykövet vagyok, de a tévét ezt magunknak vettük abszolút. Csak tényleg szeretjük a termékeinket, az összes háztartási gépünk is Samsung. És a telefonom is. Ezt viszont kaptam ajándékba tőlük, illetve hát tesztelésre kaptam több készüléket is idén. Én választhattam ki, hogy melyik nekem az ultimate befutó, és nekem ez a Samsung Galaxy S22 Ultra telefon lett az. És hadd mondjam el nektek, hogy miért, mert ezt a videót támogatta a Samsung. Annyi feladatot kaptam tőlük, hogy teszteljem a telefonokat, válasszam ki a kedvencemet, és utána mondjam el, hogy miért ez a kedvencem. Nincsen semmi megkötés, hogy mire kéne kitérni, hogy mit kéne kiemelni, hanem tényleg az, hogy nekem miért tetszik, úgyhogy konyha nyelven következzen a tech szegmens a videóban. Tulajdonképpen ugyanazért választottam ezt a telefont, amiért a tévét is, mert nincs még egy ilyen számukra, még egy ilyen világos képű tévé vagy telefon. Több készülékkel egymás mellé téve egyértelműen a legvilágosabb és legszebb képe volt. Ami még nekem a munkámhoz, meg egyáltalán is, aki imád fotózni, meg videózni, nagyon nagy előny, hogy a kamerája számomra. Tudom, hogy ez mindig vita tárgya, de a legszebb. Ami még meggyőzött, az a hosszú élettartam, tehát feltöltöm, amit nagyon gyorsan megteszek, írja, hogy hány perc alatt fog feltöltődni a telefon, ami szintén nagyon hasznos, és nagyon sokáig jó utána. Nem kell sokat töltenem ahhoz képest, hogy mennyit használom. Ups! Van hozzá egy ilyen pen. Az ilyen kis pepecs dolgaimat tök jól tudom ezzel csinálni, úgyhogy egyszerre tényleg telefon, a kamerám, a munkaeszközöm és olyan dolgokat is tudok rajta csinálni a nagy képernyő miatt, amiket előtte csak laptopon csináltam volna. Szóval, nagyon szeretem ezt a telefont, és köszönöm szépen! Ha új telefon vásárlás előtt vagytok, akkor próbáljátok ki valamelyik üzletben. Elkísért a Henny! Veszünk TV konzolt. Megtaláltuk a jót. Ezt fotóztam múltkor le az Atti, hogy ez kell neki. Let us gather round, for it's Christmas time. A merry sound and the stars align. Let us all rejoice when it's Christmas time and our hope again made new. In the crowded streets calling Christmas time, the ones we meet wear their warmest smile, and from far away we hear bells that chime. Na, ez volt az én multimite szelem kismamaként. Most még fel fogjuk szerelni Atival a tévét a falra, ha arra kíváncsiak vagytok, az az Álomház projekt 4-ben lesz benne, hogy hogyan lesz abból a kis gagyi tévézős részből egy menő médiafal, ami Attilának volt az álma. Gyertek vissza legközelebb is, köszi, hogy velem tartottatok, és találkozunk a következő videómban. Sziasztok! All the Christmas light, bring a special glow on a special night. Every child awake, for at Christmas time there is magic in the air.